Hello, csővád. Eltelt ám egy nap azóta, mióta reggel találkoztunk. Mai napot hát egy különleges napnak tekintem, mert alapvetően a nejemmel töltöttem ezt a mai napot. Hát nem is tudom, mikor volt az utoljára. Hát, hogy jöttünk, mentünk, nézelőttünk, kirakatot bámultunk, meg úgy ilyen kicsit lazáztunk. Kis Szofi lánykámra addig, hát most lehet mondani, hogy úgy képzeljétek el, hogy reggel 6-tól mostanáig együtt csavarogtunk, hanem körülbelül úgy, mert most mit mondjak, hát kb. 11-től úgy 4 év jócskán végre eljutottunk moziba, megnéztük ennek a filmet. Ha esetleg nem látnátok jól, akkor mondnám, Jack Reacher nincs visszaút. Ez már második része ennek a filmnek, az első is ilyen volt, a második is ilyen volt. Tom Cruise-nak igazából ezek a, hát már így idézőben időskori filmjei nagyon tukik. Tehát tényleg én azt mondom, hogy ezek a jó filmek. Ez egy olyan jó kis akciófilm volt, el van pörgős, az ember nem unatkozott egy pillanatok sem. Hogy hál' Istennek eljutottunk moziba, jó volt. Kis nagyon meg a család még egyelőre nincs itthon, mert ő elment még Emmáért az oviba. Emmának már úszása van, és ilyenkor picit ő állt, hogy hosszús, úgymond. Én hazajöttem busszal, nem, várjott a metró, és aztán busz. Hogy így teljes a dolog. Összefőzöm a teát, estére, hogy azért legyen meleg tea, és estére még megeszem ezt a maradék, hát ilyen nagy edényen volt, igen, ez dugi volt, megeszem a maradék rakott tésztát, ez nem édes rakott tészta, hanem sós. Sajt, paradicsom, bírsri, nem is tudom. Nem tudom, de nagyon finom, nekem nagyon bejön. Úgyhogy most vacsira ezt fogom menni, mert hát ugye most már, ugye mondom nektek, legyen 6 óra. Már még lehet egy kicsit korai a vacsi. Mindegy, kitálalok, úgymond. És akkor majd utána megmelegítem kikrumba a dolgot. És akkor ezt az egyén takára is lehet mosogatógé beszélben mosni. Közben a teva is elkészült, azt is kapcsoljuk, hogy ne körkjögjön, meg szörcsögjön itt addig. Édesítőszeres egyébként. Rak belőlük a citromot. Én nem szeretem a savanyú teát, tehát én szemmértéket eszem, és nagyon keveset általában. Mert most vagy limonádé, vagy tea. Tehát a kettő azért nem ugyanaz. Tehát ennyi. Szóval majd olyan aktív nap volt idáig. Úgyhogy majd hazaérkeznek a jányok, akkor már úgy sem tudok itt kamerázgatni, de hát hál' Istenem, imádom őket, úgyhogy mosogatógépbe. Majd egyszer azt is megmutatom, hogy kell berakolni egy mosogatógépet. Hogy praktikus. Na ezt jénai, úgyhogy ezt mindig biztos helyre tenni, mert jobb a biztonság. Veszünk ki valami merésre alkalmas eszköz. Én ezekben a műanyag, mondjuk ez márkás, amúgy ez jól bír a kiképzés, tehát ez nem az agagyi, amit az ilyen utazó sokkokban lehet kapni, mert azért, hát látjátok, hogy neki kell durálni magamat, hogy elgörbítsem, de nem is lehet, mert visszaugrik, tehát rugalmas dolog, de ez erre nem alkalmas. Én általában, most jó, ez ilyen leves merülpanál, de most hirtelen nem találom a másikat, a nagyobbat. Na mindegy, ezzel fogom szépen kitálalni magamnak. Hát, nem is tudom, az összeset, hát, nem is tudom, este, amit nem szeretek enni mondjuk, túl sokat, inkább
inkább kétszer este eszek relatíve keveset. Ugye, mert hát szóval nekem van ilyen mindenféle problémám, amiatt. Meg szóval tanultam is belőle, többször is álltam úgy, hogy ettem, mint az állat. Nem is ettem, mint zabáltam gyakorlatilag. Hát nem tudom most ezt a falatot, most hagyjam ott. Szóval ez a határeset. Csak hát én tudom, hogy mennyit bírok megenni. Esetleg egy kis kenyérkével. Ja, vagy nem tudom magában. Mert a tészta az egy csavók akarja, mert az ember megeszi. És tulajdonképpen egy darabig úgy vagy vele, hogy ugye eltelik meg, úgy érzed, hogy hú de sok. De aztán rájössz, hogy voltak éppen nem. Hamar megijedzed utána. Hát most, jaj, kis darabkát. De hát tudom, hogy kb. Ennyi bírok megenni. Így. Hát ez most így néz ki. Látjátok? Egyáltalán? Szerintem látjátok jó. Így. Szóval ennyit tudok megenni ebből így egyszerre. És... hát mondjuk nem mondom, hogy nem vagyok egy cseppet fáradt. De ha az ember ilyesmi miatt fárad el, akkor akár minden nap. Hát. Néha befigyelhet az is, mert nem alszik jó este, hát na búm, hát most ez van meg, alszik máskor. Na. Mégis az ember kibírja alvás, mint 3 napig. Tovább nem. Egyébként. Hát nem tudom, ezt lehet, hogy ki kell, meg rakjam egy kis tányérra, mert nem tudom, lehet, hogy Szofi elci, mert Szofikám, ő ilyen kis minden erőlem. Szóval, hát Istennek olyan jó evőkéje van neki, hogy pont egy ilyen kis szopi adag. Na, Emma meg nem szereti ezt. Ő még egy nagy talány, hogy éppen mit kíván. Általában ő az ilyen krumplis kajákat, burgonyás dolgokat szereti, érdekes módon. És ezt verekjük a hűtőbe. Jó, nem, látjátok, nem tettem már semmit, ami a hazainek ott az igaz, úgy sem romlik meg, ennyi idő alatt. Hova? Felöntjük egy kis vízzel ezt a szállat, hogy kiállzom belőle ez a cucc. És akkor, ott akár mehet ez a mosógép, meg szép lenne. Mosogatógépbe. A dolog. Úgyhogy, hát így, ma úgy ezzel telt a nap. Eddigi része. Nem gondoltam, hogy így este is így elmutom a dolgokat, hát majd beveszem az esti bogyóimat, még egyelőre nem menni korán van hozzá. Aztán majd alakul a további része. Hát gyerekfürdetés, énfürdetés, stb. Úgyhogy el fog telni a dolog. Valahogy aztán majd meglátjuk, hogy szóval lehet, hogy részben nem vagyok, hogy egy kicsit fáradt vagyok. Lassú vagyok, nem? Legalábbis én úgy érzem. Aztán majd... talán majd megyek forgatni valamilyen járművet is. Ja, meg kis Szofikámnak még ez a kedvencem most. Ebből rengeteget meg tud enni. Ez a kis állatfigurás kex. Ez. Látni? Szerintem látni. Miért lehetne látni? Ez kálciumos gyerekeknek háztartási kek. Egy kis jók a fáradták ezek. Most pont egy vettem ki, amire nem tudom megmondani, hogy micsoda. Ez bárány. Hát picikék, na, a gyerekeknek van bárány. Röfim alatt, amit mindig két lábon ábrázolnak, és akkor csodálkoznak a gyerekek, hogy miért nem egy két lábon. Röfim alatt. Hát meg mit tudom, mi van még ebben, van egy pár állat. Jussi. Jussika. Meg mit tudom én, csak egy állat van benne. Jó. Jussival kapcsolatban mégiscsak így, ez csak egy ilyen, már egy ilyen elvetemű gondolat, hogy vagy hát akkor elvetemű gondolat, hogy ilyen nagy kérdés benne, mindig úgy emlékszem a mesékbe, meg a gyerekkorom, hogy mindig a nyuszit azt úgy ábrázolják, hogy a nyuszi azt mondja, hogy mak, mak, mak.
Most én vagyok hülye? Vagy tényleg nem beszél a nyúl? Mert azt mindenki azt mondja nekem, hogy hát, de hát a nyúl az nem is tud beszélni. Hát mondom, én pedig úgy emlékszem a gyerekkoromban, hogy hát ugye a mesékben mindig úgy benne, hogy mak. Na aztán jön a hétvége. Megkezdődik a vonulás, mindenki megy vonulni. Nem akarok senkit megbántani, meg senkit megsérteni a tisztelet lerovásában, meg a bánatában, vagy rosszabb esetben az örömében. Most már most ilyen is van, biztos. Jön november 1. Minden szentek halottak napja. Amerikában Halloween. És elárasztották az utcát a koszorúárusok, virágárusok, megváltozik a menetrend, stb. Hát nekem nagyon tömören ezzel kapcsolatban csak az a véleményem, hogy értem, addig rajongjon valaki, amit még hát így két lábú vagyok, és még így dumálok a kamerába, és illetve hát közvetve nektek, meg közvetlenül is majd nektek, szóval én nem tudom, ez is olyan, mint a nők napja, meg mint az anyák napja, meg összes többi ilyen egynapos money, erről szól az egész. Viszik a hatalmas 40 000 forintos koszorúkat, vagy 100 000 forintos koszorúkat, oda teszik, de most Isten bocsásson meg nekem tényleg, de miért nem annak adják, aki még él, és szóval ez meg amúgy is nagyon sokan sajnos, akinek nem inge ne vegye magára, nagyon sokan ebből ilyen feltűnési ízét csinálnak, ilyen feltűnési maraságot, hogy hát nézzétek, én mennyi virágot vittem meg, ilyesmi. Undorító ez a része. Full kereskedelem ez is. Csak a pénzről szól már. Én azon a véleményen vagyok, hogyha valaki akár kegyeletet, akár tiszteletet akar kifejezni, elsősorban itt tegye, és magában. Nem kell ilyen nagy teátrális dolgokat csinálni. Megláttam egy kis vízpöttyöt. Szóval ez olyan álságos dolog. Én már ezt már most megmondtam, hogy nekem, engem el nem merjenek oda lapátolni. Szóval nem akarok ilyen depressziós, morbid dolgokról dumálni, de én direkt megtiltottam mindenkinek, hogy ezt a rituálét, szóval mindegy, adjuk is. Szóval megvan a véleményem erről. Aki akar, jó, persze csinálja, menjen. Csak, na mindegy, szóval közvetlen környezetemben is. Jó, nem fogom megváltoztatni úgyse a világot. De én azt gondolom, hogy ezt mindenkinek magába kellene intézni, a lelkébe, mit megy. Tehát ez ne a külcsinyűről szóljon már ez is. Nem helyeslem ezt a dolgot. Amúgy. De hát, mint mondtam, nem fogom tudni megváltoztatni a világot. Hibásan gondolják azt, hogy ettől bárki is jobban fogja magát érezni. Most már mindegy. Sajnos. Na, jó, hát erről ennyit. Most részben lehet, hogy az lesz, hogy velem, hogy fáradt is vagyok. Stb. Na mindegy. Neked azért a meglévő egészségügyi gondjaim is, nyomasztalak. De igyekszem ezeken túlendülni, igyekszem azért optimista lenni. Már amennyire lehet, hogy lenne. Amint az ember elkezd kicsit optimista lenni, rögtön jön valami olyasmi, ami miatt az ember ezt így dobja. Na, jó, hát ennyi esti gondolat. Bőven elég szerintem, jó tömény lett, minden van benne. Szóval addig vigyünk valakinek virágot, amíg él. Amíg tud neki örülni. Amíg így odamész, mondjuk most ez a hűtőszekrény, mondjuk az, akinek viszem, fogom a virágcsokrot,
odaadom neki, és ő így átölel, így, hogy mi a hűtő. És azt mondja, hogy jaj, de jó fej volt, meg szeretnek meg, és addig. Jó, hát őt is el szeretnél. És azt mosták, nem? Milyen szar lenne, hogy összekérnek? Szóval addig tiszteljük egymást, amíg mi kézlábon totyogunk. Ne amikor már sehogy. Akkor már megett a fene az egészet. Na császtok, hello.